Jó, és csinálunk még egy előrehajlást. Jó, egy viszonylag nagyobb terpezbe válszélesnél. Képzeld el, hogy a gerincoszlopodat a mögötted lévő falra ragasztottad, és onnan felülről szépen lassan csigolyáról csigolyára engedjük le a gerincünket. Amennyire a pocakod engedi, előre fogunk hajolni, és utána majd úgy jövünk vissza, hogy alulról visszaragasztjuk a csigolyákat képzeletben erre a falra. Jó? Karjainkat leengedjük magunk mellé, és elindulunk fölülről. Fejet engedjük, vállat engedjük, hátat csigolyáról csigolyára, és haladunk előre. Hagyod a fejedet, karodat lógni, és most nem kell, hogy a láb feszüljön, ezért a térdeinket egy picit behajlítjuk, jó? És amennyire jól esik ott, hagyd a karodat, fejedet lógni, és most egész picit térdből rugózzunk, jó? Tehát mindkét térdel piciket. Nem a derekunkat lángatjuk, hanem piciket rugózunk, piciket, piciket, piciket. Hagyod lógni a karodat, fejedet. Érezd, ahogy nyúlik a vállad, az egész gerincoszlopon. Előbb megdolgoztattuk jól a gerincünket, hogy biztos, hogy jól esik ez most. Jó, állj meg. Lassan, óvatosan kezd el visszaragasztani a gerincoszlopodat arra a képzeletbeli falra, jó? Tehát először a derekadat, hátadat, lassan, úgy van, válladat, és végül megérkezünk a fejhez, és most mindkét karral nyújtózz, sóhajtsd mélyet, és ahogyan jól esik, engedd lazán előre. Jó, és sóhajtunk. Jó mély légzéseket, nagyon fontosak a mély légzések, hogy sok-sok oxigén jusson a szervezetünkbe, hiszen a lepényen keresztül ugye tudunk a babának több oxigént is juttatni. És még egy, sohajtunk. És ki. Jó, karodlámad rázni, és egészségetekre.